és csak elengedtem, és mintha valaki rákapcsolt volna egy magas feszültségre, és a kezem elkezdett olyanokat csinálni, amikre nem gondoltam, hogy képes. Egész életemben szenvedtem egy betegségtől, amit szisztémás masztocitózisnak hívnak, és talán egyikőtök sem hallott róla, a legtöbb orvos sem hallott róla, és ez a születésemtől megvolt, és tavaly decemberig, és 55 évesen kaptam meg ezt a diagnózist. Azelőtt minden egyes orvosi probléma, ami ebből jött, azt mondták rám, hogy hipohonder, túlreagálom, ez perimenopauza, valójában nem vagyok beteg, de többszörösen összetett orvosi történetem volt, ez az állapot felépítheti a rákot, alapvetően allergiássá válsz a világra, és az életemben egyre több kompromisszum lett. Az egyik kezelés, amire rátettek, miután diagnosztizáltak, egy kísérleti gyógyszer volt, amit szájon át kellett bevenni, amit soha nem teszteltek másokon azelőtt, csak két emberen Ausztráliában, és nagyon beteggé váltam tőle, és azt mondtam, nem veszek be többet belőle. És az onkológusom kijelentette, oké, hematológus és onkológus, azt mondta, meg fogsz halni, nincs más lehetőséged. Minden diétát kipróbáltam. Minden alternatív gyógymódot, ami segített, de semmitől sem lettem jól. És a tüneteim ezek voltak. Ha véletlenül kihagytam az étkezést, vagy stresszeltem a repülőm, magas rezgés, alacsony légnyomás, magas légnyomás, anafilaxiás sokba kerültem. Amelyik erre két mentős protokoll volt, két mentőt hívtak hozzám, mert súlyos állapotba kerültem. És ez egy vidéki városban, ahol nincsenek mentők. És a múlt évben teljesen kétségbe estem. Többszörös rákom, még több tünetem lett. Nem tudtam elmenni vacsorázni, nem tudtam együtt enni emberekkel. Nem tudtam, soha nem lehettem ilyen környezetben, mint itt. Ez egyszerűen nem volt lehetséges. Valaki mellém ült a buszon parfümmel, anafilaxiás rohamom lett. És akkor nézegettem interjúkat a YouTube-on, egy csatornán, és láttam egy interjút Dr. Joe-val, azt gondoltam, ez igazán érdekes, és elkezdtem keresgélni a YouTube-on, és találtam néhány meditációt, és elkezdtem csinálni őket. Fogalmam sem volt, mit csinálok, csak gondoltam, oké, csinálom. És 3 héten belül csináltam az energiaközpontok megáldását, és felmentem a felső szintre, és leültem, ahogy szoktam, oké, meditálni fogok, és ő tette a dolgát, és a második energiaközpontánál jártam, és a világom eltűnt, és az energia kirobbant a testemből, zokogtam, sírtam, nem tudom, mit csináltam, mindenhol ott voltam, és csak folytattam, és csak gondoltam, megyek bele, és az elérte a szívemet, és amikor elérte a szívemet, a kezem elkezdett rázkodni, és a testem elkezdett vibrálni, és gondoltam, csinálom a meditációt, mert évekkel ezelőtt meditáltam, még itt kell ülnöm. És akkor
két perc múlva, hogy próbálkoztam ülve maradni, és gondoltam, ez így nem működik. És csak elengedtem, és mintha valaki rákapcsolt volna egy magas feszültségre, és a kezem elkezdett olyanokat csinálni, amikre nem gondoltam, hogy képes. Csak így mindenhova. És ez folytatódott tovább, és akkor a másik kezem is csatlakozott. És csak gondoltam, hát jó, és befejeztem a meditációt, és megigazítottam a székem, és kinéztem az ablakon a csodás vidékre, és gondoltam, mi a csuda történt itt? És akkor lementem a földszintre, és a társam és a kutyám ott ültek szélesre tárt szemekkel, teljesen sokkolva. Ő nem akart feljönni, mert csak gondolta, nem fogok felmenni. Egyedül voltál fent? És nem gondoltam semmi mást. Úgy voltam vele, akármi is lehetett ez. Ez a teljes elvesztés az ego érzékelésének. És én csak, mi csak megfigyeltük két nap után, 24 órán keresztül nem voltam magamnál. És akkor... És akkor furcsa dolgok történtek. Nézek ki a konyha ablakon, és minden hullámzó volt, mintha valaki odatett volna egy képet, és a szél mögötte mozgatta volna. Én, oké, ez érdekes. És ez két napig ment így, és elkezdtük megfigyelni, hogy nem allergizáltam semmire. Mert korlátozva voltam egy kevés ételre, és ezek bekapcsolódtak váratlanul. És ez rémisztő volt, mert teljesen összeomlottam, vészhelyzetbe kerültem, két epipen injekció. Az ő megoldásuk prednizolon és egy doboz tabletta. Egyet sem vettem be közülük azóta, a meditáció óta. Semmit. Na most, mondd el nekik, mi a foglalkozásod. Pszichoterapeuta vagyok. Imádom ezt. Nagyon sok traumával dolgoztam a COVID alatt, és mivel nemzetközi pácienseim is vannak, az északi folyók árvizei miatt is borzalmak, és nyugdíjba mentem a múlt év végén, és azt mondtam, befejeztem, és a te munkáddal dolgozom tovább. Azt gondoltam, ezt nem csinálom többé, ezt fogom használni az emberekkel, nem azt. Mindig azt mondjuk, hogy az embereknek, akiknek nincs tapasztalatuk, hogy igazán mit csinálnak, amikor bejönnek, és csak újak és kezdők, mindig úgy tekintünk rájuk, hogy néha a legjobb alanyok, hogy végezzék a munkát, mert pont azt fogják csinálni, pontosan, amit mondasz nekik. Nem látnak előre semmit, vagy nem várnak el semmit, és valahogy a váratlan megtörténik velük. És ez az energia áramlás, és ez a második központodból jött, igaz? És amikor ez az energia kitör, a test szó szerint felszabadul a múltjából, és ott az energia óriási felszabadulása történik, és az áramlik, a második központ elkezd kibeáramolni, elkezd mozogni, és hirtelen elkezd áramolni az energia felfele, és beáramlik a szívbe. Ez nagyon sok. Ez nem egy kicsi.
ez nem olyan sok, mint amire gondolsz. Ez nagyon sok. Szükséged van egy percre ehhez. És meg kell tanulnod, hogyan lazulj bele ebbe. És amikor belengeded magad, küzdhetsz ellene, de ez nagyon kemény egy idő után, bele kell engedned magad. És mi látjuk az agyméréseken, hogy az emberek, akik beleengedik magukat, néhányuk delta állapotba kerül, és ugyanakkor fellángolnak. A testük katatón állapotban van, de hatalmas mennyiségű energia áramlik az idegrendszerükön keresztül. Ha nagyon befeszülnek, akkor bétába kerülnek és szétkapcsolódnak. Értitek, igaz? Lazítással, ahogy ez az áramlik a mellkasában, megjelenik a mellkasában, mindig ezt látjuk. A feje hátra mozdul, a mellkas felfelé tágul, és ez áramlik a fejbe, és ez hatalmas mennyiségű energia. Az autonóm idegrendszer nagyon elektromossá válik. Ez oszcillál, és most gamma állapotba jut. Ez nagyon magas frekvencia. És az autonóm idegrendszer irányít és koordinál minden más rendszert a testben. Ez minden egyes sejtet elér, és ez az, ami szabályozza a rendet és a rendellenességet. És egyszer csak az autonóm idegrendszer nagyon-nagyon magas frekvencián szabályoz. A rendezettség magas szintjén, és ez a koherens jel informálja a sejteket új információkkal. És a test szó szerint kilép a múltból, bele a jelen pillanatba, amikor feláramlik a torokba, a személy végül beleengedi magát, és beáramlik az agyba, és ez egy igazán jó érzés. Nagyon jó. Nagyon köszönöm, hogy végzed a munkát. Megtörténik ilyen, hogy egy olyan bődületes energia kirobban a testéből, meg felrobban a fejébe, meg elkezd dobálózni a kezével, meg rázza a testét, meg a mindent csinál. Tehát ez az energia, ilyen történik, ugye, akkor, amikor ez az összekapcsolódás van. És ezt most tudjuk, hogy ez mikor van. Kinél mikor? Tehát ugye ez nem azt jelenti, hogy most mindenkinek 3 hét után elmúlik a rákos betegsége, meg a gyerekkorától tartó betegsége. Ugye ez nem erről szól, ez arról szól, hogy egyik embernél így, a másiknál úgy, de ő hova jutott? Mindenen túl volt. Észrevettétek ezt a közös nevezőt az összes videóba, amit itt levetítettünk, gyógyulás, sztori? Már kipróbáltam mindent, és elengedtem. És akkor azt mondtam, hogy oké, ezt csinálom, ezt a meditációt. És akkor megtörténik a csoda, ami, hát valljuk be, azért ez egy döbbenetes dolog, hogy egy ilyen meditáció után, még egy napon keresztül még nem nagyon volt észnél, mert különböző jelenségek voltak, tehát olyan erőteljes volt ez az energia, ami végigment rajta. És tudjátok, amit mondott a Dispenza? Azt mondta, hogy ilyenkor ugye az történik, hogy ez egy nagyon magas frekvencia, amikor ez az intenzív energia, ami ugye kintről jön, ez a teremtő energia, ezzel összekapcsolódott, hogy ez egy olyan fajta rendezettséget visz az autonóm idegrendszeredbe. Az autonóm idegrendszered az, ami mindent szabályoz a testedbe. Ami a sejtjeidnek megmondja, hogy melyik sejt, melyik géneket olvassa ki, milyen fehérjéket állítson elő, a pulzusot, hogy a szíved hogy dobogjon, a mindent az autonóm idegrendszer szabályoz. És amikor van egy ilyen intenzív, magas frekvenciás összekapcsolódás, akkor egy olyan rendezettséget kap az autonóm idegrendszered, amitől ő azonnal elkezdi helyreállítani a testednek a minden szinten lévő működését. És egész egyszerűen, anélkül, hogy gondolnál rá, hogy most minek kellene történnie, egyszerűen attól, hogy energiává váltál, attól átprogramozódik az autonóm idegrendszer, ez ami tudatalatti, tehát ez az autonóm idegrendszer, vagy vegetatív idegrendszer,
Ez ott a tudatalattival van össze, nem tudunk róla, hogy most hogy dobog a szívünk, meg hogy a sejteink azok hogy működjenek, stb. Tehát ezt ő mind maga csinálja, csak kell neki egy környezet, egy olyan környezet, ami egy nyugodt környezet. Amikor beteggé válunk, akkor mindig az történik, hogy vészüzemmódba tesszük a testünket, hogy félünk. Félünk, hogy rosszabb lesz az állapotunk. Félünk, hogy mi lesz a CT vizsgálaton. Stb. Amitől az autonóm idegrendszerünk nem jó programot kap, tehát nem tudja a dolgát csinálni. A dolgát akkor tudja csinálni, amikor bizalom van benne, hogy figyelj, minden rendben van. Csináld, amit akarsz. Csináld, amit kell. Erre születtél. Hogy rendbe tedd a testem. Hogy rendben működjön a testem. Én elengedek minden félelmet. Én beleállok abba, hogy minden rendben van. Én örülök az életnek. És amikor ezt megtudjuk, nyilván ez nem könnyű, hiszen a rengeteg program ott van a fejünkben, ami mind azt mondja, hogy féljél, hogy bízzál a külvilágban, hogy majd valaki megoldja helyetted, vagy neked. És ettől nagyon nehéz leszakadni, hogy felelősséget tudjunk vállalni, mert hogy eljutunk abba az állapotba, hogy akkor én itt okozó vagyok. És ő ebben a meditációban valahogy valamilyen módon így össze tudott kapcsolódni. Nyilván fogalma sincs róla, hogy ez hogy sikerült. Egyszerűen ennyi történt. Valószínűleg teljesen bele tudta engedni magát, teljesen oda helyezte, minden elvárás nélkül, és bum, egyszer csak megtörtént. Ilyenek történnek, nem csak ő vele, ugye nagyon sok történet van hasonló, amikor úgy mondják, hogy biológiai frissítés szalad végig a testen, és egy rákos, narancsnagyságú rákos daganat azonnal órák alatt visszavonul. Mert egyszerűen az autonóm idegrendszer azonnal más utasításokat ad a sejteknek. Minden azonnal más, hogy kezd el működni. Anélkül, hogy ezt te hoztad volna úgymond létre, hogy most elkezdted mantrázni, hogy most akkor minden rendben. Hanem egyszerűen kialakult benned ez a hit, ez a bizalom, hogy minden oké. Okay.